A Transparency International évente megjelenő listája szerint 2017-ben Magyarország Bulgária után a második legkorruptabb ország volt. Mi pénzünkbe került, hogy ne mi legyünk az első. De csak pár dolog összehasonlításképpen, hogy milyen mezőnyben. Nekem van a bolgár ismerőseim, beszélgettem velük, és mondták, hogy nálunk az a különbség így Magyarországhoz képest, hogy nálunk épülnek dolgok, és abból hát eltűnik ez az. Ott ugye épült úgy autópálya, hogy nem épült. Tehát ez a helyi rekord. A románok azok pont a két pólus között mozognak egyébként. Ott építettek egy utat, ami 100 kilométer volt az EU felé, de valójában a két város között 80 kilométer volt, csak sűrűbben tették le a kilométer köveket. És így jöttek ki ellenőrizni az EU-tól, hogy milyen fura ez. Tehát, hogy tényleg így megvan a 100 kilométer, közben a kocsiban meg csak 80-at mutat, ugye, hogy sikerült egy ilyen időkaput is, vagy egy ilyen csillagkaput építeni. És az, hogy még mik vannak ehhez, ugye, hogy mi azt mondjuk, hogy korruptak vagyunk itt Magyarországon, meg ez rettenetes. Most voltam Szicíliában, és ott mesélték ismerőseink, hogy kiköltöztek Szicíliába, és másnap az egész önkormányzatot letartóztatták, de mindenkit elvittek. Kiderült, hogy azt csinálták, hogy reggel, mikor mentek dolgozni, egy ember 60 kártyával lecsipogtatta, és senki nem ment be dolgozni, de egy évig. Ott feküdtek a strandon, és mesélte, hogy feküdt mellett egy ilyen nagyon fehér fürdőruhás, fecskés csávó, fölvette a telefont, és azt színlelte, hogy az irodában van, hogy nem látom Armandót a másik asztalnál, úgyhogy a strandon feküdt. És ha még ez is kevés lenne, Zakintoszon volt az EU-ban a legmagasabb a vakok száma, tehát az EU-ban 0,2% a vakok aránya, Zakintoszon valahogy 2% volt, mert ott kaptak segélyt ugye magasabban, és ott verte ki a biztosítékot, hogy egy taxisofőr kapott segélyt, és taxi engedélye is volt, ugye, ami elég nehéz. És ebben a mezőnyben vagyunk mi a másodikak, tehát de ez azért örüljünk, mert legalább van gépezet, amit olajozni kell. Egyébként az, hogy a másodikak vagyunk, azért elszomorító csak másik oldalról nézve, mert az Európai Unió korrupciós ügyei közül azt hiszem, hogy a legnagyobb összeg az a 4-es metró építésénél tűnt el. Ezt meg is tudjuk mutatni az arányokat. Ugye 120 milliárd forint volt a tervezett az induló költségvetés, és a végső költségvetés 452 milliárd forint lett, de az érdekes az, hogy 120-ra terveztük, és 167 tűnt el. Több tűnt el. Nem az az érdekes, hanem ha összeadod a 120-at, meg a 167-et, nem 452 jön ki. Na ez az érdekes. De az a dühítő, hogy azt írták, hogy 167 milliárd a károkozás. Igen. Összege. Ha te eltüntetsz egy kiflit a boltból, az lopás. Ha ők eltüntetnek 167 milliárdot, az kár okozás. Ugye majd te is mondhatod ezt a feleségednek, hogy nem megcsaltalak szívem, hanem tágítottam érdeklődésem horizontját. De ha belegondolunk, az tényleg durva, hogy többet csaltak el, mint az induló költségvetés volt. Hogy ez olyan, mint a kirabolnának az utcán, és többet visznek el tőled, mint ami nálad van. Nem? Menjünk oda az ATM-hez, mert ez olyan megalázóan alacsony összeg, akkor kiegészíteném, ha már önnél van fegyver, akkor én is oda teszem magam. Egyébként ugye a szocialisták voltak leginkább érintettek az Olaf vizsgálata szerint ebben a 4-es metró ügyben, és Megyesi Péter cége is tanácsokat adott az Alstomnak a metróépítéssel kapcsolatban. Ez milyen mondat, hogy Megyesi Péter cége tanácsokat adott egy ilyen tömegközlekedési eszközöket gyártó cégnek? Megyesi Péter nem tudta kimondani, hogy útelágazás, emlékszel rá? Ezért valaki fizetett útállegálé. Peti bácsi. Azért hívták metróhoz, mert az csak egy cső, nincs benne keresztes. De várjál, és Peti bácsi itt volna akkor ez a 280 millió, hogy valami ötlet, halt. Mi volna? Ha mondjuk fennen a tetőn. Le fog esti. Az oldalán elborul. Akkor az alján... Ó, köszönjük szépen. Hát ez, hogy ez eddig nem jutott eszünkbe. Jaj. És egyébként, hogy mennyire nem figyeltek a látszatra, Megyesi Péter feleségének magán bankszámlájára érkezett 60 millió forint az Alstomtól, és ez volt a közleménybe írva, hogy születésnapi ajándék. Milyen figyelmesek, igen.
Bizonyos kor után már nem számoljuk a nullákat, ugye. De képzeld már el, mikor megjön a fizetésre, ugye csippan egyet a területen. Pagy, na megjött a pénz. Az mekkorát csippanhatott, mikor 64 millió forint, bing, bang, bing, bang, bing. Ne csinálna, föl kell az egész család. Én nem tudom, mi történt a telefonommal. 6 SMS-be csak nullákat ír. Ugye ezért jó fel lenni a Facebookon, mert mindenki tudja, mikor van a szülinapod. Én is várom, hogy... Lehet, hogy kiírta nekik, hogy segíts Megyesinének megünnepelni. Én segítek, tesz. De nézzük meg, hogy mit mond a korrupció ügyében Kósa Lajos. Egy idézet következik tőle. Nyugodtan mondhatom, hogy rendszer szinten 2010-től kezdve ez a kormány tette a legtöbbet a korrupció felszámolásáért. És hát ugye itt gondolhatunk például az online pénztárgépekre. Akár, ugye, amit szinte már minden szektorban bevezettek, egy-két kivétel még akad elvétve, például az autószerelőknél, meg a fodrászoknál. És én az autószerelőknél tökre megértem, tudod, amikor mindig nyakik szarosak. Tehát, hogy képzeld oda... Ezt olajnak hívják. Olaj. Tudod, így fog kezdet, szavasz, Andriskám, hello, szavasz. Most képzeld, oda mekkora pénztárgép kéne a falra, na várják, 237, meg... És kérdeznéd, hogy mikor lesz kész a kocsi? Szerdára. És számlát tudsz adni? Hát, csütörtökre. Ugye, a fodrászoknál meg megint csak érthető, hogy ki tudták maguknak lobbizni, hogy ne kelljen. Most képzeld el, ők az egyetlenek, akik éles eszközökkel hozzáférnek politikusok nyakához. Nem? És elég egy rossz mondat, érted? Olyan frizurát vágnak, érted, hogy Viktor aztán tarthatja a sajtótájékoztatót, hogy hát úgy döntöttünk, még nem vezetjük be.